Szóval minden lépésről lépésre történik. Everything happens step by step. És az első lépés az volt, hogy hallottam egy történetet 10 évvel ezelőtt. First step was that I heard a story 10 years ago. Romániában, egy lánytól, ami egy ilyen tipikus sex traffic történet volt, néhány specialitással. I heard a story from a girl in Romania, and this was a typical sex traffic story, but with a couple of different things in it, like not that typical. Például a perverz, gazdag, elit rétegek bordélyháza, az például már ebben a történetben is benne volt ebben a 10 évben. For example, this perverted life of really rich people was in the original story that I heard 10 years ago already. És emiatt én ezt lejegyeztem, gyorsan leírtam. And therefore I wrote down the story. Egy kis novellába. In a sort of a novel I wrote. Ez volt az első lépés, félreraktam. And this was the first step, I put it away and és ezt meg lehetett volna csinálni nagyon sokféleképpen. And I could have done this in a billion ways actually. There were a lot of naturalista, dokumentarista módon. And documentary sort of way or in a naturalistic és way. És amikor én erre a filmre gondoltam, mindig egy ilyen típusú filmet láttam magam előtt. But when I thought about this movie, I always saw this kind of movie in front of my eyes. De én a forgatások előtt, általában amikor nagyon sokat készülök a filmre, mindig csinálok egy nagy fordulatot. But before the shootings, when I'm preparing for the movie, I usually do a big turn. Hogy, mert addigra már annyira elunom az alap because történetet. Because by that time, I actually got bored of the basic story. Meg annyira utálom már. And I already hate it. Mert mit tudom én, egyszer nyer egy pályázaton, egyszer nem nyer a pályázaton. Egyik embernek tetszik, a másiknak nem tetszik. So because one time it wins awards and then the other time not. Somebody likes it, some people hate it. És mindig több van abból, akinek nem tetszik. And usually there are more of those who don't like it. És akkor így lassan én is elkezdem megutálni a saját történetemet. So therefore I start to hate my own story. És ilyenkor szinte titokban csinálok egy fordulatot. And usually I do almost in a secret way a huge turn. Hogy az én érdeklődésemet és szeretetemet újra felcsigázom az anyag iránt. So that my love towards the story and my interest in it always is renewed. És itt a fordulat az volt, hogy nem dokumentarista, nem naturalista történet lesz, hanem egy mese lesz. And here the turn was that instead of doing a naturalistic movie, I did a fairy tale story thing. És tulajdonképpen elegem is volt az utóbbi években divatossá vált naturalista filmekből. And also I was kind of fed up with all these naturalistic movies from the past years. És egy picit erre is válasz. And therefore I try to answer to this also with my movie. Én úgy éreztem, hogy így kerülök a legközelebb ez a történethez, és így vagyok tulajdonképpen, így válok egyé ezzel a történettel. I felt that I will get the closest to this story in this way, and that I can be united with this story this way. Elmondom, hogy miért. And I'll tell you why. Például Márquez. Gabriel García Márquez. Az első történetei dokumentarista jellegű történetek voltak. His first stories were almost documentaries. Dokumentar stílusban leírt történetek. In a style of documentaries. És egyszer csak átváltott a mágikus realizmus világába. And then all of a sudden he changed to this is magical realism. Ugyanazokat a történeteket írta le. He wrote the same stories down. Csak egy másik aspektusból. But from a different aspect. És én azt hiszem, hogy tudom, hogy mi ennek a váltásnak az oka. And I think I know what the reason for this change is. Szerintem az, hogy a dokumentarista hozzáállásban van egy kibaszott kívülállás. I believe that if you look at things from a very documentaristic view, it's a very distant position. Figyeled őket. You look at them. Követed a történetüket. You follow their stories. Nem, kicsit sajnálod őket. You're a little bit sorry for them. Nem vagy egy velük. But you're not one with them. You're not united with them. Abban a pillanatban, ahogy egyé válsz. As soon as you unite with your characters. Az ő történetüket már egészen máshogy fogod látni. You can see their stories from szebbnek, very different szebbnek, point of view. Szebbnek fogod látni it sokkal. It will be more beautiful. Például a mi környékünkön elég szar környéken lakunk. For example, where I live, it's quite a shitty place.
iszonyú szemét és romhalmaz közepette, nagy nyomorban élnek az emberek. It's actually in the middle of a lot of crap and there's a lot of. De van a van az udvaron egy páva. In the middle of the garden there's a peacock. Vagy pedig egy ilyen nagyon bénán megcsinált várkastélyszerű torony. Or a pretty ugly castle-like thing, tower. Hogyha ezt dokumentarista szemszögből nézem, if I look at this from a documentarist akkor view, rendkívül abszurd és nevetséges. And it's something to laugh at. Hogyha az ő szemszögéből nézem, if I look at it from their point akkor of view, az ő várkastélya. Then it's their castle. És ez a páva, annak ott helye van. And that peacock has place there. Máshogy látja az ő közegét. He sees its environment differently. Ez volt, hogy ne csak együtt érezzek, hanem egyet érezzek azokkal az emberekkel. My point was not just to feel with these people, but to think the same way as they do. Ugyanazt. The same thing. És szerintem ezzel nem, hogy mondjam, nem gúnyolódom ezen a történeten, mert sokan azt mondták, hogy ezzel, hogy én elkezdem ilyen nagyon szépnek lefeste ezt a történetet, ezzel csak játszadozok. Nem játszadozok. I'm not making joke of this. I'm not making fun of this story. I'm not making jokes about it because a lot of people thought that if I present it in this way, it will look like a joke. But I don't want to do that. Nem játszok. It's not a joke. Romániában nagyon sok ilyen városi legenda van. Well, ezért is szeretem nagyon Romániát. There are a lot of legends in the cities, about the cities, and that's why I also especially like Romania. A mai napig. Until today, actually. Például én ott játszottam színházban. I played in the theater and. És egyik reggel megyek a színház épületébe, és látom, hogy hosszú sor áll egy épület előtt. And one day I'm going to the building of the theater, and I see that in one of these buildings there's a long queue standing. Tojással, nyúllal, csirkével, with rabbits, with chickens, kézpénzzel, with money. És megkérdeztem, hogy miért állnak sorban. And I asked why are they waiting? What are they waiting mi for? Van there? Ez egyértelmű volt, hogy hozzák valakinek ezeket. Because it was obvious that they are bringing these things for someone. És kiderült, hogy ott lakik a pópa. It turned out that the Romanian Pope lives there. És ezt lehet, hogy nem fogod tudni lefordítani, de lehet, hogy igen. És áldást és átkot kérnek pénzért. Oh, and they wanted to. I don't know how to translate that. I'm sorry. They wanted to have blessings or curses. Akkor, actually, they were trying to buy that from him. Például a szomszéddal bajom van. For example, I have a problem with my neighbor. Akkor adok, mit tudom én, egy tyúkot vagy kettőt. So I don't know, I go to the pub, I give two chicken, and I get the curse in return. És dögöljön meg a szomszéd disznó. And my, the pig of my neighbor should die. És akkor rendben van, egyensúlyban vagyok. And then it's okay, then I'm balanced. Nincs probléma, hi. No problem, I can say okay. Hi again. A pópa azt majd lerendezik. És ilyen történetből rengeteg van. And there are a lot of stories like this. És ezt a sorállást, ezt a csodavárást, ezt tulajdonképpen ebből a történetből szedtem. So, I took this expecting the miracle, I took this from this story. Azt már én találtam ki, hogy kivel tud az álmot. Tehát. What, that the dream should be projected, that was my idea in the end. Hát az fantasztikus szerintem, hogy most jelen pillanatban három magyar film van versenyben. I think it's fantastic that there are actually three Hungarian movies at this festival. Versenyben és program. És competition. És négy project van a Cinelinken magyar. Mm-hmm. And there are four projects. There are four projects on Cinelink. Hungarian project. Ez nagyon erős jelenlét. This is a very strong presence of the Hungarian filmmaking. Ez mutatja, hogy a magyar film az elég jó vonalon van, mert shows that the Hungarian filmmaking is on a good track. Mert ez egy a régiónak egyik legjobb fesztiválja. Because this festival is one of the best festivals of the region. És az, hogy a román film az ugyanilyen erős jelenléttel van. And that the Romanian filmmaking is with a similar strong presence here. De a románoktól már megszokhattuk ezt. But this is actually we're accustomed to that from the Romanians. Ők óriási sikereket értek el. They have always had great success in these festivals.